A Szabolcs megyei Kálósemjénben körülbelül 3500-an élnek, így ez az önkormányzat is jogosult a szociális tüzelőanyag program forrásaira. A település az elmúlt években is aktív volt, valamint idén is tervezik, hogy pályáznak majd. Belica László polgármester szerint a korábbi időszakban nagy segítség volt a belügyminisztérium támogatása a téli hónapokban. Kálósemjén tekintetében arról tudok beszámolni, hogy 2017-ben majd 370 köbméternyi tűzifát tudtunk vásárolni, míg 2018-ban több mint 400 köbméternyi tűzifát tudtunk vásárolni és kiosztani a helyi családok számára. Ez nagyságrendileg 400 családot jelent per év. 2017-ben 0,6 köbméter, míg 2018-ban 1 köbméternyi tűzifát tudtunk kiosztani. Ezek a tűzifák kemény törzsű tűzifák, akác, tölgy és ehhez hasonló tüzelőanyagokat jelent. A gyakorlat azt mutatja, hogy az önkormányzatok a pályázatok során 180-200 ezer családnak juttatnak 2-3 hónapra elegendő tüzelőanyagot. Az idei évben minden eddiginél korábban írták ki a pályázatot. Az elektronikus beadás határideje augusztus 1-e délután 4 óra, a papíralapon történői augusztus 2-a. A benyújtott pályázatokról pedig legkésőbb augusztus 30-áig döntenek. A nyertes önkormányzatoknak a támogatásból vásárolt tüzelőanyagot legkésőbb 2020. február 17-éig szét kell osztaniuk a rászorulók között. Az önkormányzatunk rendeletet fog hozni, és a rendelet meghatározza azt, hogy a pályázatot milyen időszakban lehet beadni. Ezt követően a bizottság előkészíti a benyújtott pályázatokat, megvizsgálja, és a képviselőtestület döntését követően az önkormányzat kiszállítja a lakos számára az elnyert tűzifa mennyiséget. A program 2011 óta működik, az önkormányzatoknak a tűzifa szállítási és szétosztási költségeit kell állniuk. 2011-ben a szociális tűzifa mennyisége 42 ezer köbméter volt. A tavalyi és az idei szezonban ez már mintegy 226 ezer köbméterre emelkedett. A program indulása óta körülbelül 1 millió köbméter tűzifával látták el az önkormányzatokat, és eddig az állam 17 milliárd forintot fordított szociális tűzifa vásárlásra.